Tényleg egy döntő volt. Elvitte a még az autót. Hatalmas tragédiát okozott a kedden lecsapódó özönvízszerű esőzés a spanyolországi Valencia tartományban. Ezeket a felvételeket az Aliska Taekwondo klub vezetőedzője Rácz Petra és tanítványa Bánki Dávid Ede készítették. Jól látszik, ahogy az utcákon hatalmas mennyiségű víz hömpölyög. A Szexhárdi Egyesület tagjai az Erasmus Plus sportprogram keretében utaztak ki Spanyolországba. A vihar kedd este csapott le rájuk a Valenciához közeli Sedaviban, mikor a Deportivo Olimpo klubjánál vettek részt edzésem. Egyszer csak kintről kiabálták az edző nevét, és akkor kinéztünk, azt láttuk, hogy az utca végében már jön a víz. És az edző mondta a gyerekeknek, akik az ő gyerekei, hogy akkor gyorsan menjenek haza, mert valószínűleg mindegyik ott lakott a környéken, tehát ők még gyalog haza tudtak érni. És akkor ő bezárta a termet, mondta, hogy akkor mi maradunk, meglátjuk. Nem sokkal később az edzőterem padlóját is ellepte a víz, ekkor hagyták el az épületet. A víz ekkor már térdig, combközépig ért. A csapat Francisco Martin Torres spanyol edző tanítványának nagyszüleihez menekült, itt vészelték át az áradást. Láttuk kint az autókat, hát most nyilván az autókat azért megemelte a víz, de úgy még abszolút kilátszottak a vízből, tehát szerintem egy ilyen másfél méternél nem lehetett magasabban a tetőzés. Azt viszont láttuk, hogy elég gyorsan megy, úgyhogy ezzel próbáltuk ott nyugtatni a gyerekeket, hogy gyorsan jön, gyorsan megy, úgyhogy hamarosan szabadulunk idézőjelben. A Szexhárdi Taekwondo klub tagjai a spanyol otthonban kanapékon, székeken töltötték az éjszakát, a vezetőedző szerint a spanyol család rendkívül vendéglátó volt. Sokan nem tudtak kommunikálni otthoni hozzátartozóikkal, mert sem áram, sem térerő nem volt. Másnap reggel összetört, egymás hegyén hátán lévő autó képe fogadta a csapatot. Körülbelül olyan reggel 8 óra fele, amikor már teljesen kivilágosodott, akkor az edző gumicsizmában ott körbejárta a területet, nyilván megkérdezte, hogy el lehet-e indulni, és akkor mondta, hogy akkor közösen induljunk el. Abszolút csak gyalog volt erre esély, úgyhogy így a sárban és részben, ugye mélyebb helyeken, vízben tudtunk haladni. De azt láttuk, hogy egyébként mindenki nyugodt, takarítja el a romokat. A szexhárdi taekwondósok azóta biztonságban vannak. Hétfőn már újabb spanyolországi edzésen vesznek részt. A tragédia miatt a spanyol kormány 3 napos hivatalos gyászt rendelt el az országban csütörtöktől, és következő ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az érintett területeket. A katasztrófában az eddig ismert adatok szerint közel 100-an vesztették életüket, a hatóságok még mindig több eltűnt személy után kutatnak.